és valami, miért csak győz. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban olyan könyvekről lesz szó, amiknek 2020-ban érkezik a filmadaptációja. Egyébként azt mindig keverem, hogy ez most könyvadaptáció, vagy a könyvnek a filmadaptációja, vagy ez hogy van pontosan. Mindegy. Rá kellett jönnöm, hogy 2020-ban kevés olyan film lesz, ami könyv alapján készül, és én ismerem is azt a könyvet. Vagy legalább tényleg csak ismerem, nem olvastam, de legalább ismerem. És így érdekel, és nagyon kevés ilyen volt, ahogy így utána néztem, úgyhogy nem lesz hosszú videó. És a másik vicces dolog a 2020-ban kijövő filmekben, hogy egy csomó olyan van köztük, amik elméletileg, vagy hát ahogy néztem, benne voltak a tavalyi ugyanilyen videómban, hogy 2019-ben milyen könyvek fognak adaptációt kapni, és átcsúsztak idénre. Szóval körülbelül ugyanarról fogok beszélni, de mindegy, nem baj, most már legalább konkrétabb dolgok is vannak néhány filmről. Nem úgy, mint tavaly, hogy így tudtuk, hogy elméletileg lesz, de gyakorlatilag semmit nem tudunk róla. Szóval az első, ami tutira kijön idén, ráadásul február 14-ére van dátumozva, ahogy néztem, az egy új Emma film. Pontosítok, egy Jane Austen Emma-jából egy új film. Mert volt belőle egy film, meg van belőle egy BBC-s 4 részes sorozat talán. Na most én a filmet azt hiszem nem láttam. Nem tudom, azt talán elkezdtem, de nem fejeztem be, vagy egyáltalán nem is akartam megnézni. A BBC-s sorozatot láttam belőle, és nekem ez az egy, amikor én ezt a könyvet olvastam, nekem ez az egyik kedvencem lett, sőt, nekem ez a kedvenc Jane Austen könyvem. És nekem nagyon tetszett a BBC-s sorozat, szóval úgy voltam valahogy, nem tudom, milyen lesz az új film. Megnéztem az előzetesét, az annyira nem győzött meg, nem tudom, olyan nem annyira szimpatikusak a színészek, vagy nem tudom pontosan megmagyarázni, de valahogy így nem éreztem azt, hogy hú, ezt az új Emma filmet én látni szeretném, hanem úgy voltam, hogy ja, jó, majd megnézem valamikor. De tényleg lehet, hogy a BBC sorozat maga így kinézetre is nekem jobban tetszett. Most így, ahogy néztem az előzetest, a díszlet az jól néz ki, de hát nem tudom, engem a színészek nem győztek meg amúgy. Szóval nem tudom, érdekes, majd meglátjuk, mi lesz. Úgyis lassan kijön, szóval igazából szerintem nincs olyan film, ami idén jön ki, könyv alapján készült, és ténylegesen várnám is. Úgy tényleg izgatottan várnám. Ami fura, mert eddig mindig volt legalább egy film, amit így vártam. Most meg nincs igazából. Egy sem. Második, ami jön Netflixen idén, február 12-én, szóval ez egy 2 nappal előbb, mint az új Emma. Szóval oda dobom. Az a Fiúknak, akiket valaha szerettem, második része, a utóirat még mindig szeretlek, talán igen. Na most én a Fiúknak, akiket valaha szerettem, hát nem olvastam. És egyelőre nem ismerem olvasni, mert nekem nagyon tetszett a film. És én nagyon félek a könyvtől. Főleg így egy-két dolgot így utána néztem, meg utána olvastam, és úgy érzem, hogy szerintem nálam ez pont abban a kategóriában esne, hogy jobban tetszik a film, mint ahogy a könyv tetszene, úgyhogy lehet, hogy még kicsit húzom, hogy elolvassam a könyveket. És most ettől a második filmtől kicsit félek. Az előzetes alapján is, mert hát az első film tényleg nagyon nagyot ütött nálam, az nagyon tetszett, és most félek, hogy mi lesz a második filmmel, mert úgy érzem, hogy ez, tehát le lett zárva az első film, és akkor most jön ez a második film, és ez majd csak ilyen előzetes alapján annak tűnik, mert amúgy nem tudom a sztoriát a könyveknek, de hogy így annak tűnik, hogy itt csak felesleges drámakeltés lesz, hogy legyen valami történet, és ezt nem szerettem, szóval úgyis meg fogom nézni, körülbelül kb. Akkor, amikor kijön, de szkeptikus vagyok vele kapcsolatban. És nem szeretném, hogy az első film élménye nagyon elrontódna, tehát hogy ez nagyon más lenne a második rész, úgyhogy kicsit félek tőle, de azért kíváncsi is vagyok. Mert ugye a végén meglett a nagy összeborulás, meg minden, és akkor tök happy mindenki, meg mindenki boldog, mindenki jól van, és akkor most jön ez a második rész, ami úgy néz ki, hogy ebben sok bekavarás lesz, és nem tudom, hogy arra kíváncsi vagyok-e. Harmadik filmünk a
ami, ha jól néztem, a magyar címe az, hogy a vadon hívó szava, ami, igen, ez benne volt a tavalyi ilyen videómban is, és akkor úgy volt, hogy tavaly jön ki, de most meg úgy van, hogy elmentleg február 20-án, ami majdnem az összes film februári lesz, ami így érdekel engem. Ez pedig, ez alapján, a könyv alapján készült, Jack Londontól. Hát megnéztem az előzetesét, mert most már van előzetese, meg Harrison Ford lesz benne, de így körülbelül Harrison Ford lesz az egyetlen élő szereplő abban a filmben, mert ugye ez egy állatokat követő könyv, a főszereplő egy kutya, és nem volt rossz az előzetes. Az előzetes alapján nem tűnik annyira rossznak, de nekem úgy tűnik, hogy nagyon más lesz, mert alapvetően ez egy gyerekkönyv, viszont az ilyen régebbi gyerekkönyveknek van egy olyan tulajdonságuk, hogy nem olyan kis cukik, édes, aranyosak, hanem elég brutálisak, mint ez, vagy a Fekete szépség is például. Tehát ebben elég brutális állatkínzások mennek végig, és a főszereplőnk azért akar kiszabadulni, és szabad lenni, és menni a vadonba, mert hívja a vadon, és a filmből, amit így láttam, az elég más lesz. Meg azt ilyen nagyon jó pofira vették, szerintem, mert így ilyen poénokat toltak bele az előzetesbe is, és kicsit sok nekem az animáció is benne, mert ugye eleve a főszereplő az egy konkrétan egy animált kutya, egy CGI kutya, ami nem tudom, hogy jó lesz-e, vagy rossz lesz, nem tudom, kicsit félek tőle. És hát tényleg ahhoz képest szerintem nem fog annyira hasonlítani a könyvre. Mert az előzetesben nem úgy tűnt, hogy hasonlítani fog. De azért kíváncsi leszek rá. Szkeptikusan állok ehhez is. Amúgy nagyon rossz, mert körülbelül az összes filmhez úgy állok, hogy nem tudom, hogy mi lesz itt. Szerintem a Veled minden hely ragyogó is már egy körülbelül 3 éve úgy van, hogy meg lesz filmesítve, és akkor talán február 28-án tényleg megkapjuk belőle az adaptációt, de igazából nincs előzetes, tudjuk a két főszereplő színészt, és így ennyi. Szóval nem tudom, hogy most tényleg kijön-e idén, vagy nem. És igen, szóval ugye ez alapján, a könyv alapján készült. És ez a Veled minden hely ragyogó is úgy volt, hogy a tavalyi évben már kijön. Szóval lehet, hogy még a 2021-es videómban is benne lesz. Úristen, kiszedtem egy cetlit. Nem tudom, hogy tényleg fogunk ebből idén adaptációt kapni, vagy ez is olyan lesz, hogy várjuk, és a végén megint nem lesz belőle semmi. Elméletileg készül egy film belőle, de hát, hogy ezt mikor fogják a közönség elé tárni, jó kérdés. Na hát a következő könyvnek is már régóta híre van, hogy kiadják, és akkor úgy néz ki, hogy idén végre tényleg lesz belőle sorozat, ez pedig nem más, mint Celeste-től a Kis tüzek mindenütt, amit még nem olvastam, de szeretnék, főleg azelőtt szeretném elolvasni, hogy kijön a sorozat, hogy előbb tudjam a sztorit, mint a sorozatot, hogy látnám. És úgy néztem, hogy valamikor március környékén fog premierelni az első rész, szóval még van valamennyi időm kiolvasni ezt a könyvet. Úgyhogy lehet, hogy ezt kéne következőnek, de lehet, hogy máshoz jobban a kedvem lesz. Majd meglátjuk. Mondjuk én inkább az Amit sohasem mondtam elből néznék meg egy filmet. Vagy inkább egy sorozatot, mert abban tényleg van annyi sztori, hogy sorozatban jobban át lehet adni. Ezt meg nem tudom, mert ezt még nem olvastam. Az utolsó film, de sorozat. Nem vagyok ebben teljesen biztos, valami ilyesmi híresztel is láttam, meg olvastam róla. Ezt igazából egyáltalán nem várom, vagy hát nem tudom, össze vagyok zavarodva. De ugye volt 2018-ban volt a Simon és a Homo Sapiens lobby könyv megfilmesítve a Love, Simon címen, nem fogom Xi Simonnak hívni, mert attól remeg a szemem, nem tudom, tehát hogy az nem. Most úgy néz ki, hogy csinálni fognak belőle egy sorozatot is, amit nem teljesen értek, meg nem tudom, hogy igazából csak ebből a könyvből, vagy lehet, hogy Becky Arbeltárinak más könyveit is, például a Leon the Offbeat-et is beleveszik-e. Fogalmam sincs, mert igazából erről sincs igazából, na, szóval fogalmam sincs, mert nincs erről a sorozatról túl sok információ egyelőre, de én csak azért félek, mert a film, a Love, Simon film, az szerintem nagyjából átfogta az egész könyvet, átadta a sztorit,
És nem tudom, hogy ezt hogy lehet egy sorozatban kihúzni. Elméletileg csak ilyen mini sorozat lesz, tehát nem lesz hosszú, de nem tudom. Szóval nem tudom, mi lesz. És most nem tudom, hogy várjam-e, ne várjam. Mert nekem a film nagyon tetszett, a könyv is nagyon tetszett, és én fogok örülni a legjobban, hogyha lesz egy tök jó sorozat is még belőle, de tényleg. Szóval az idei évben tényleg nem fog túl sok olyan film jönni, ami könyves érdekeltségű nálam, és tényleg izgatott is vagyok, hogy kijön, mert körülbelül úgy egyik iránt sem fog el különösebb izgalom jelen pillanatban, aztán majd meglátjuk, lehet, hogy valamelyiknek én leszek a legnagyobb fanja. De a tavalyi évben is szerintem körülbelül az másik videó lesz, hogy tavaly sem néztem túl sok olyan filmet, ami könyv alapján készült, ami szomorú. Na mindegy, majd meglátjuk, hogy idén mit alakítok. Na hát én ezeket a könyvadaptációkat várom az idei évben, úgy ahogy. Kommentben, hogyha szeretnétek, akkor írjátok meg, hogy ti milyen könyves filmadaptációkat vártok 2020-ban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!